Szerintem mindenkinek van egy álma, hogy például rendőr akar lenni, tűzoltó vagy valami, én például mozdonyvezető szeretnék lenni. Balassa Bence álma valószínűleg rövidesen teljesül is. Most még mozdonyszerelőnek tanul, ezt követően gondolkodik a vezetés elsajátításán. A Szekszárdi Szakképzési Centrum apácai szakképzőiskolájában már a 60-as években képeztek szakembereket a MÁV és a Posta számára. Már a cégek a technológiák átalakulásával fejlődtek, a képzés a lehetőségekhez mérten követte az igényeket. Ha a bemeneti igényeket nézzük, azaz a nyolcadikat végzett gyerekek szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy sajnos nem annyira, mint amennyire a munkaerőpiac igényelni. Valahogy az a központi szerepe ezeknek a képzéseknek csökkent a mi iskolánkban, de még egyszer mondom, csak a bemeneti igények figyelembevételével. Ha a postai, vasúti, rélkargós igényeket nézzük, akkor lenne, nagyon nagy igény lenne a szakemberekre, és mi képesek lennénk több szakembert is képezni, de sajnos a gyerekek szempontjából csökkent az igény. Ezen a területen változnak az elvárások a szakképzés szervezése tekintetében is, mert a új szakképzési törvény, a technikumi rendszer és a duális képzés el fogja várni az iskoláktól és a vállalatoktól is, cégektől, vállalkozóktól is, hogy együttműködés legyen az elméleti és a gyakorlati képzés területén, mert csak így tudunk naprakész tudással rendelkező szakember kibocsátani az iskolából. Csak úgy tudunk jó szakember képezni, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatás összhangját megteremtjük, és csak így kerülhet ki naprakész tudással rendelkező szakember tőlünk. Ez az apácai postája, illetve az a tanterem, ahol életszerű körülmények között tanulhatják a diákok mindazt, amit egy hivatalban tudni kell. Ám nem ez a legkeresettebb szak, hiszen a legtöbben a logisztika iránt érdeklődnek, és a végzett logisztikusokra meg is van az igény. A posta véleménye szerint a 2006 óta folyó együttműködés rendkívül eredményes. Jó, szoros, eredményes ez a kapcsolat. Mondom ezt azért, mert hogy a tanulók gyakorlata miatt az oktatók, illetve tehát a postai oktatók, illetve az iskolai oktatók, tanárok között folyamatos az információcsere, folyamatos az egyeztetés. Például a tanulók szakmai gyakorlati beosztását egyeztetik a kollégák, jegyeket kapnak a tanulók, gyakorlati jegyeket, amelyet az iskolának megküldünk. Olyan még nem fordult elő a kollégák jelzése szerint, hogy az iskola bármikor azt mondta volna, hogy szerintem nem ilyen gyakorlati jegy kell. Azt gondolom, hogy ez már önmagában megmutatja azt, hogy maximális a bizalom mindkét irányban, és jól működik ez a kapcsolat. Nagyon vegyes az a rendszer, amit mi üzemeltetünk oktatás képzés területén, tehát a középfokú képzés is, ott van a felsőfokú képzés is, és vannak olyan képzések, amelyeket mi magunk indítunk is a tanfolyamok keretében, amelyeket adott esetben mondjuk a saját kollégáink tartanak, illetve hogyha látunk olyan képzést, amely alkalmas arra, hogy nálunk kiegészítésként az a tudás kell, vagy megjelenjen, akkor beiskolázzuk oda a munkatársainkat. De azt azért tudni kell, hogy minden ilyen képzés, amit a Magyar Posta vállal, legyen az egy ilyen szakmai gyakorlat vagy továbbképzés, az általában mindig szerződéskötéssel kezdődik. Tehát azt a dolgozót, azt a leendő vagy már munkatársat szeretnénk megtartani hosszú távon, hiszen azért investálunk az ő képzésébe és oktatásába. Úgyhogy ezek elég vegyesek, adott esetben igen, akár egy középiskola is adhat ilyen plusz tanfolyamot. Az igazodásnak korlátot szab nyilván az adott képzésnek a központi programja, de az együttműködés lehetőséget biztosít azért arra, hogy ezeket a napi igényeket is figyelembe vegyük, illetve a kint szervezett gyakorlatok során a posta és a vasút nyilván beépíti az új jellegű foglalkoztatási igényeket a képzésbe. A nappali képzés mellett megnőtt a nagyvállalatok részéről az igény a felnőtt oktatásra és a felnőtt képzésre is. A felnőtt oktatás tekintetében gyorsabban tudunk reagálni a vállalati igényekre. Többször szerveztünk már a MÁV Start számára elektronikai műszerés képzést, amely 2 éves OKJ, de mindezik keretek között 1 év alatt lebonyolítjuk. Most januárban is fogunk egyet indítani. A Rail Cargo Hungária ZRT számára pedig felnőtt képzés keretében kocsivizsgáló oktatást szerveztünk. Szakképző intézményként egyedül az országban, mert ezt hatósági vizsgára készített fel, és a hatósági vizsgát is mi szerveztük. Eredményes volt. Én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából ezeket a fajta képzéseket nem lehet figyelmen kívül adni. Az iskola alapképzést biztosít, a szakmai tudás további részét a gyakorlati helyek adják.
Ez a tendencia még erősebb lesz az új szakképzési törvény bevezetését követően. Itt a képzés egy alapképzés van csak, és a különböző műhelyekbe pedig az ott speciális képzéseket még meg kell kapni a végzetteknek, és akkor már mindegyik műhelyben más-más tevékenységek folynak. Itt egy nagyon jó alapot kapnak, és erre lehet építkezni. Jövőre én bízom benne, hogy ezek a képzésformák fönnmaradnak, és a megfelelő szakember utánpótlás meg lesz, mert a iskola és a MÁV mindent megtesz azért, hogy a szakember utánpótlás meglegyen. Az előfordulhat, hogy ha valaki már postásként elhelyezkedik, akkor sincs vége a képzésének, hiszen jön egy újabb eszköz, jön egy újabb rendszer, amit kiépít a posta, hiszen folyamatosan a vállalatnak is modernizálni kell a termékeit és szolgáltatásait, de szükség van arra, hogy továbbképzéseket is végeztessünk a kollégákkal. Nagyon nehéz munkaerőket találni a gazdaság több területén is. A modernizálódó igények modernizálódó képzést követelnek meg, és erre az Apácaiban meg is van a fogadókészség. Maga a technikum rendszer szimpatikusabb, mint az eddigi szakgimnáziumi rendszer. Kedvezőbb az érettségi szervezése, a szakmai vizsga szervezése a diákok számára, nem beszélve arra az ösztöndi rendszerről, amiben már 9. évfolyamtól rendelkeznek. Tehát azt gondolom, hogy a diákok számára is érdekesebbé teszi, a vállalatok számára pedig napra készebb információval, szaktudással rendelkező gyerekek kerülnek ki a szakképzésből. Hogy már vonzó lehetőségeket kíván a MÁV is, és a posta is a végzett szakemberek számára. Ez valahogy még a kommunikációban nem jött át a diákok és a szülők oldalára, de ahogy ez érzékelhető lesz, én azt gondolom, hogy megjelenik a bemeneti igények oldaláról is. Postára és a vasúta mindig szükség lesz. De olyan értelemben nem, hogy valaki elvégez egy szakmai jellegű képzést, és az alattudással nyugdíjas koráig megfelel a munkahelyen, naponta, hetente, évente továbbképzéseken kell részt venni, hiszen a vasút és a posta is úgy változik, hogy kívülről azt veszük észre, hogy ég és föld az előző évhez képest, hát a bent lévők számára meg még nagyobb a változás. Arra kell felkészülni, hogy igen, mindenkinek, aki elhelyezkedik a postán vagy a vasúton, fejleszteni kell a tudását. A MÁV és a posta átalakulás alatt áll. A szolgáltatások és a szolgáltatók sokszínűsége versenyhelyzetet teremtett, mely magasan képzett szakemberek jelenlétét és szükségessé teszi. Mindez az igényekhez igazodó szakképzést követel meg, melyre Gál János véleménye szerint szakmailag és infrastruktúrálisan is felkészült a szakképzési centrum intézménye.